A kiegyezés felívelő nagykorának az első távlatos szándékú lépései az oktatáshoz kapcsolódnak. Ez erős figyelmeztetés a későbbi koroknak, kezdte ünnepi beszédét a Városi Pedagógus Napon. Dr. Csáky András polgármester, aki felidézte később, Klebersberg Kunó is a tanításban látta meg a maradék ország jövőjét. Az önkormányzat ma nem élhet a klebersbergi lehetőségek eszközeivel, de ugyanúgy tisztelheti dadusait, óvónőit, a tanítónőit, a tanítóit, tanárnőit, tanárait, összes pedagógusát. Úgy tisztelheti őket, ahogy nem csak a legjobb emberek szívéből jön, hanem ahogy egy majdani törvényből is kívánja, hogy ugyanaz világoljon elő a megbecsülésé. Önök nem érthetik félre, itt nem csupán a pedagógusokról van szó, hanem a gyerekeinkről, az unokáinkról. Bedeszkázott ég vagy csillagos távolat, mindez nagy mértékben rajtunk áll, folytatta a polgármester már a szülőknek szóló gondolatait. Egyre nehezebb válaszolni arra a kérdésre, hogy miért érdemes pedagógusnak lenni. Erről már a Ceglédi Tankerület igazgatója Fodor Gábor beszélt az ünnepségen. Ezt a kérdést annak idején mi is feltettük egy szigorú, retteget matek tanárnak, negyedikben érettség előtt pár órával. Aki a legjobb meglepetésünkre a következőket válaszolta, uraim. Ha az 5 éves érettségi találkozón maguk közül egy valaki odajön hozzám, és azt mondja, hogy tanár úr, köszönöm, akkor már megérte ezt az osztályt tanítani. Jelen díjazottak biztosan számtalanszor megérték már ezt a köszönetet, és én is csak ezzel a köszönettel tudok fordulni minden pedagógushoz, és különösen a díjazottakhoz. Az ünnepségen több díjat, elismerést is átadtak. Köszöntötték a közelmúltban miniszteri kitüntetést kapott Kónya Annát, Alosonczi István egymi gyógypedagógusát, valamint Laborc Juditot, a Pest megyei pedagógiai szakszolgálat pedagógusát. Írházi emőkét a Ceglédi Szakképzési Centrum Ungvári László vendéglátóipari technikum és szakképzőiskola igazgató helyettesét, valamint Tótné Palás Tizitát, a Ceglédi Szakképzési Centrum közgazdasági és informatikai technikum oktatóját. Majd átadták Cegléd város pedagógiai díjait, melyet idén is hárman vehettek át. Egresiné Práger Erzsébet, a Lövész utcai óvoda malomtéri tagovodájának vezetője. Motyovszki Tiborné, a Szentkereszt Katolikus Általános Iskola tanítója. És dr. Salamon József Imre, a Ceglédi Szakképzési Centrum közgazdasági és informatikai technikum, matematika, fizika, számítás, technika szakos oktatója. Köszöntötték az év szakmai tanárát is, az elismerés Dombiné Mirko Ilona, a közgazdasági és informatikai technikum közgazdaságtanoktatója veheti át. De a városi ünnepségen is köszöntötték a Ceglédi Tankerületi Központ Ceglédjárásban kiváló pedagógus elismerést kiérdemelt tanárát, Somodi Rudolfnét is. Az ünnepségen köszöntik minden évben azokat a pedagógusokat is, akik diplomájukat 50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelőtt szerezték meg. Idén Vasok levele átvétele alkalmából Béres Károly nyugalmazott igazgatót. A diplomája átvételének 60. évfordulóját ünneplő Béres Károlynét, valamint a szintén 60. évfordulót ünneplő dr. Bíró Györgynét köszöntötték. A Városi Pedagógus Napon szolgálati emlékéremmel köszöntötték azokat a tanárokat, tanítókat is, akik nyugdíjba vonulnak és legalább 25 évet töltöttek el a pedagógus pályán. Valamint 9 pedagógus Cegléd város elismerő oklevelét vehette át kiemelkedő érdemeik elismeréseként. A Városi Pedagógus Napon ünnepi műsort az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai adtak.